Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, Márkóczi Gézának hívnak. Először az első részben szeretnék a cégünkről beszélni, a PyroFX-ről egy kicsit. Nem túl sokat, mert gondolom már rengeteg ilyen brokerbemutatkozást hallgattak, tehát nem nagyon akarok belemenni ilyen részletekbe, bár a fontos dolgokat azért el fogom mondani. Inkább azon igyekeznék, hogy azt a filozófiát, illetve azt a hátteret értsétek, hogy miért alakultunk, miért ezt az üzleti modellt követjük, és miért gondolom el, miért gondolom én, vagy mi, hogy ezzel szolgáljuk a leginkább a trédereket. A második részben vagyok, mégis szeretnék ettől a száraz témától egy kicsit eltérni, és bemutatni egy olyan stratégiát, ami nagyon-nagyon szokatlan dolog, mert nem tudom, gondolom, hogy szokatlan ez a Renko csárton alakuló, tehát ez a japán csárton alakuló dolog. Nem is annyira ez a stratégia a lényege ennek a második résznek, bár az is érdekes én szerintem, mert én nem vagyok kész vele, én most dolgozom ezen tulajdonképpen, hanem inkább pont azt szeretném bemutatni, hogy az ember, amikor egy saját stratégiát kialakít magának, annak mik azok a mérföldkövei, mondjuk így, vagy mik azok a lépések, amiket érdemes betartani, vagy kell betartani ahhoz, de ezt már végén azt mondhassa rá, hogy oké, ezt megmerem csinálni egy élő csártól, élő számlán is végig tudom követni. Akkor először menjünk a PyroFX-el. Oké, a történetről nagyon röviden szeretnék csak annyit beszélni, hogy hát én is nagyon régen traderek, most már csak nem 20 éve körülbelül. Aki önökhöz négyes számlán trédel, vagy akár demószámlán is, biztos nagyon sokan voltak már olyan helyzetben, én már rengetegszer életemben, hogy szívtam a brókert, rettenek a sem, mert mit tudom én, ez történt, amaz történt, nem oda bűnő gap volt, vagy egy olyan spike jelent meg, aminek ott semmi helye nincsen, és így tovább is így tovább. Egyre inkább bennem volt az, hogy miért nem lehet ezt rendesen csinálni, miért kellenek ezek a dolgok belőle. És hát volt egy nagyon jó barátom, aki egy londoni cégnél dolgozott, egy nagy broker cégnél, aztán rendszeresen beszélgettünk előtt, hogy kéne csinálni egy broker céget, de hát nem megy, mert hát ahhoz kell egy 3-4 millió dollár alapból, és hát az nincs, annyi nincs. Úgyhogy hát mindig elnapoltuk a dolgot, de azért ez mindig valahol ott lebegett a kis agyunkba hátul, és aztán egyszer úgy hozta a sors, hogy egy orosz mágnás, mondjuk így, tehát egy ilyen nagy tőkés, megkeresett bennünket, hogy ő hallott rólunk, és... Kalasnyikovval keresett? Hát az majd jön. Nem leszünk sikeres, csak akkor megjelenítem. Kalasnyikovval, jön. Szóval, nem, egy nagyon rendes ember egyébként, nagyon... Most. Akkor persze még lehet, igen. Szóval, ha megkezdett bennünket, hogy hallott ezt a dolgot, ennek is egy külön története van, de hát ezt inkább ott nem részletezem, és hát a szívesen mögénk állna egy kis pénzzel, hogy csináljuk meg a dolgot. Ilyen szansz az életben sokaknak egyszer se adódik meg, nekem megadatott, én ezt rendkívül hálásan a másfőröknek odafönn. És hát így indítottuk el ezt a dolgot, és akkor utána kezdtük el ezt a tervezgetést, hogy hogyan is kéne ezt a dolgot csinálni. Rossz gombot nyomtam, sorry. A filozófiáink és a céljaink. Azt mondanám, hogy miután mi is mind a ketten, illetve aztán a többi kollégával együtt a tréder oldalról jövünk, nekünk az volt a célunk, hogy azt próbáljuk megcsinálni, hogy a tréderek szemszögéből milyennek kellene lenni egy broker cégnek, milyen üzleti modell kéne
követni, ugyanakkor azért persze nyereségesnek kell lenni, mert az ember nem mondhatja azt, hogy nullos rendben adni mindent, mert az, az kell a trédereknek, ugye, csak akár azért úgy kell tenni nyereséges. Mindenképpen ugye a mindenséggel mérmagat, tehát a sky is the limit. Mindenképpen az a célunk, hogy ezzel a féle modellel minél előbb, hát vagy évek múlva legalábbis a vezető cégek közé tudjunk kerülni, és a leginkább a filozófiát az, hogy kereskedő van a broker cég, ezt fedezi a legjobban. Hogy mit gondolok ezen, arra ki fogok még térni, majd az üzleti modellnél főként. De hogy mit teszünk ennek érdekében? Tehát azt hittem, hogy egy cég olyan jó, amilyenek a munkatársai, ez nekem meggyőződésem. Ezért ezen, meg a második ponton a technikai infrastruktúrán nem spóroltunk pénzt. Volt vele vita, ugye az oroszsal természetesen, de igyekeztem a legjobb embereket oda gyűjteni, mint például az Attilát is sikerült meggyőzni ahhoz, hogy hozzánk jöjjön, és most már ott dolgozik mellettem, egy irodában ciklusan. Vagy például az orosz piacért felelős kollega, aki az arabért, aki a kínaiért, ezt mind az MIG bankból hoztuk át Svájcból, horribilis fizetést kell neki fizetni, viszont ezek olyan koponyák, akik már ezt végigcsinálták, és a kisújjóban van minden, azon a területen. Ennyit a munkatársakról, csak tényleg kicsit sietetlen, elhúzódjuk, ugye? A technikai infrastruktúra az szintén rettenetesen fontos dolog, ugye, mert tudjuk azt, hogy a szerver hibákból mennyi problémája akad a trédereknek, és milyen vitás esetek alakulnak ki, hogy én benne voltam a trédben, és közben hiba volt, és nem volt adat, ugye, nem lehet tudni, nem tud közbelépni az illető, nem tudja bezárni a pozícióját, amikor visszajön az adat folyam, akkor már mínuszban vagyok, pedig én kiszálltam volna már pluszban, és így tovább, és így tovább. Szóval ez egy rettenetesen fontos dolog. Úgyhogy itt abszolút nem spóroltunk, egyrészt a maguk a rekterek, tehát a komputerekkel, másrészt pedig azzal, hogy a szerverünket a Wall Street-re helyeztük direkt, hogy a lehető legkisebb út legyen a likviditás provider-től mi hozzánk. Most ezáltal azt el tudtuk érni, nem tudom, hogy ezek az a számok mondanak valakinek valamit, hogy 100 és 150 millisekundum között van egy-egy execution, tehát egy ordernek a bevétele és a visszaigazolása. Majd ki fog még rá térni, hogy náluk egyáltalán nem lesz lipó, tehát az nem létezik, hogy visszajön, hogy ezen az áron nem tudtuk teljesíteni, ilyen nincsen. Az pedig a következő lépésből adódik az üzleti modellből. Ez nagyon fontos, hogy mi úgynevezett STP, ICM broker cég leszünk. Ez azt jelenti, hogy minden order, ami hozzánk, tehát minden megbízás, ami bejön hozzánk, ez egyenesen kimegy a piacra, azonnal. Mikortól lesztek azok? Tessék? Úgy fogalmaztam, hogy leszünk. Bocsánat. Vagyunk. Ja, bocsánat. Jó, elnézést. Tehát minden megbízás azonnal kimegy a piacra. Itt egy pár szót elmondanék azért a market makerekről. Nem tudom, hogy mennyire ismert ez a fogalom. Én azt gondolom, hogy azért sokak eléggé ismert dolog. Ugye a market maker cégek, úgynevezett market maker cégeknek van egy úgynevezett dealing deskjük, ahol ül egy vagy két vagy több trader gyakorlatilag, aki ellenetek trader. Tehát az történik, hogy a market makerek a következőt csinálják. Azokat a trédereket, mert aztán a szoftver figyeli és értékeli, és stb. Akik nyereségesek, azokat kiviszi a piacra, a nagy piacra, azokat a trédereket, akik veszteségesek, látja, azokat házon belül bonyolítja le. Magyarul, hogyha az a tréder nyer, akkor azt a saját zsebéből fizeti ki neki, de miután az a tréder hosszú távon veszteséges, ezáltal nyilvánvalóan ő nyereséget generál magának. Ugye? Itt viszont van egy olyan pont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Minden cégnek a világon, minden vállalatnak az a célja, hogy profitot termeljen, igaz? Mégpedig a profitot utána optimalizálja, tehát lehetőleg a legtöbbet kihozni a adott szituációból. Vagyis tulajdonképpen az az érdeke, hogy a trader veszítsen. Tulajdonképpen ő akkor keres igazán jól, hogy a traderek veszítenek. Na most, hogyha azt úgy nézzük, hogy egy marketmaker cégnek az az érdek, hogy te veszítsél, és az a cég filozófiája, hogy a profitot neki optimizálni kell, nyilvánvalóan ezért lépéseket is tesz. Itt visszamennék egy lépést,
nem mindegyik market maker csinész. Nem akarok most neveket mondani, vannak nagyon általános is tisztelt cégek, akik ezt tisztességesen bonyolítják le, de annyit hadd mondjak el, hogy eddig nehezen hittem, de most a saját szememmel láttam, hogy most náluk is ez ott van a képernyő. A MT4 menedzser, ami minden tradernek minden trade-jét látjuk gyakorlatilag, mindent meg tudok csinálni. Arrébb tudok tenni egy árat, ha kell, be tudok tenni egy spike-ot, ha kell, el tudok töltetni a számla kivonandó trade-eket, hogyha az vitás volt például, egészen nincs benne, és nem tudom soha bebizonyítani, hogy ott volt, ha csak nem csináltál előtte screenshotokat, mert egy kitrader úgy, hogy minden izéről screenshotot csinál magának. Igen? Kalkulálok. Ezek szerint már átmegyek az egészen, igen? Szóval, ez mondjuk meggondolom. Na most, manapság most már ugye az van, hogy a cégeknek a 90%-a egy kedves modellt alkalmaz, tehát market maker is, és STP is, ahogy mondtam, nyereségeseket kiviszi a piacra, ha küzdenek egymással, veszteségeseket pedig házon belül bonyolítja le. Még az érdekes volt, amikor kimentünk Ciprusra, és kezdtük az előkészületeket, ott találkoztam az egyik ilyen itt is nagyon jól ismert broker cégnek a magyar vezetőjével, nem a magyar részben vezetőjével, és akkor elmeséltem, hogy ezt szeretnénk, STP, ICM, és akkor teljesen megdöbbenten ránézett, hogy hogy akartok ti pénzt keresni? És ők így állnak hozzá a dologhoz, hogy az a jó út, ugye, nyilvánvaló, market makerek sokkal többet keresnek, ez abszolút nyilvánvaló dolog, viszont nem tudom, miután mondom, én a trader oldal jövök, és a kollégám is, mert ugye egynek hozzá egy pohár vizet, nem tovább beszélni. Hát kollégám is, mi szeretnénk ezt ameddig el nem bukunk vele, ugye, legalább fenntartani, hogy mi ezt betöltesen mindenki lépzi megy a piacra, és nem monitoráljuk a tradereket. Nyilvánvalóan gondolhatják, hogy ezt mindenki mondhatja, de utána lehet nézni, nekünk olyan licenszünk, hogy nem is szabad market maker tevékenységet végezzünk. Ez rajta van a SciSec-nek az oldalán, a mi regisztrációnk alatt. Tehát ha mégis megtennénk, akkor már a hónapra bezárhatnának ott a kitárgyalót. Tehát ez biztos. Na most itt azt írom, ugye, hogy a market makerek a házadók belül bonyolítják el, pro, tehát értük szól az, hogy ők általában jobb spreadeket tudnak adni, mint mi. Mert ugye az STP broker az csak a spreaden keres, semmi máson. Minden trader a spreaden keres. A market maker meg tudja azt csinálni, hogy nem érdekli a spread. Miután, mit tudom én, keres egy trader 8 dollárt, vagy meg tudom mennyit, viszont egy hónap alatt az illető az, akinek nézi a számlát, elveszi 10 000-et, nem érdekli a spread. Tehát ő erre jobb szereket tud adni, a kontra az, amit az előbb elmondtam, és ezt érdemes elgondolkodni, hogy egy alapvető konfliktus tulajdonképpen a trader és a broker között. Elnézést. És hogy az ármanipuláció, tehát tényleg bármit meg lehet tenni, bármit meg lehet csinálni, és olyan ügyesen meg lehet csinálni, hogy észre se veszik. Mondok egy példát. Be van téve egy stop például. A dealer, a market maker-nél látja, hogy azon a szinten több stop van. Nyilvánvalóan sokan kereskednek ugye technikai szintek alapján, vagy Fibonacci-ikon. Hát ott elég sok minden van. Az ára elkezdi megközelíteni a stopokat, igaz? És a közelébe ér, de nem ért el. Mit csinál a dealer? Egy tized másodpercre kirántja a spreadet. Megnöveli. Úgyhogy észre sem veszi a trader, mi történt. Nem volt spike, csak a spread volt nagyobb. Mert a csár ugyanúgy maradt, nem lehet utólag semmit bebizonyítani. Kész, kivert mindent. És ezt ráadásul még automatizálni is lehet. Tehát vannak ilyen szoftverek, hogy ilyen pluginok a szerverhez, hogy figyeli, és akkor, hogyha ezt a volumot elérik a trédek, a többsége, akkor megcsinálja ezt a kis trükköt, amit most mondtam például. Szóval, ez egy menet dolog. Mit csináltam most mindjárt. Oké, tehát nálunk mindenki megy a piacra, pontosítják az árat, nincsen érdekkonfliktus, nagyon tetszik nekem az ára
valakkor ez a találkozás, és kérdőm ezt így, így általában, hogy egy oldalon vagyunk, tehát egy közelek közünk, akkor nem egymás ellen vagyunk. Nem a broker ellen félelsz, hanem a többiek ellen. A kontra, hogy nálunk ugye a spread, elvileg magasabb, de be fogom mutatni a spreadjeinket, mert ugyanakkor, hogy mondtam, tudom azt, hogy a tradereket szinte elsősorban az érdekli, hogy nem az a legfontosabb, tudjék el. Ez a biztonság, amit az előbb elmeséltem, ez sokkal-sokkal fontosabb egy nagyobb spreadnél. És az, hogy bizonyos modellekben komissziót is számítunk fel, de azt jelenti, hogy alacsonyabb a spread, ezt majd el fogom mondani ott, amit kérdezik. Jó? Oké. A traderekről tradereknek, erről már beszéltem, ugye mi a fontos. Én ezeket írtam össze, mint legfontosabb dolgokat, hogy alacsonyabb spreadek legyenek, alacsonyabb spreadek legyenek, a végrehajtás, tehát az execution time a lehető leggyorsabb legyen, ezért mondtam ezt a szerverés botban őrba, mégpedig report nélkül. Gyorsan lehessen számlát hitni, és még fontosabb, minél gyorsabban vissza lehessen hozni a pénzt. Tehát nem az, hogy beadok egy kérvényt, és akkor majd egy hét múlva a back office-ból lepecsételik, és akkor levonnak még 15 dollárt azért, hogy elküldjék a pénzt nekem, nem tudom, hogy ilyen nincs. De az erősítésre nem fogok beszélni. Az egészet igyekeztünk nagyon-nagyon egyszerűen és nagyon gyorsnak tartani. Amit még itt elmondanak, hogy mindenkinek VIP support, ugye, tehát nincs, nálunk nem lesz nagy kliens, meg kis kliens, persze, hogy lesz. Ez egyelőre, ez a filozófia, nyilvánvalóan egy 100 000-es vagy egy milliós klienten az ember már, nem az, hogy másképpen beszél, mindenkivel ugyanúgy beszélünk, de hogyha ő jön hozzánk valamilyen kéréssel, akkor nyilvánvalóan előbb tudjuk teljesíteni. Kicsinek ez nyilvánvaló, de egyébként igyekszünk tényleg mindenkinek egy VIP supportot biztosítani. Ehhez még talán egy szót hadd mondjak, hogy mondjuk ez hozzám kötődik, hogy nem tudom, ismerik a Forex Signál nevű weboldalt, amiből ez az egész ugye kinőtt. Tehát azt annak idején én csináltam, meg ezt a klubot én alapítottam, tehát én azt szeretném, hogy azok, akik ott tagok meg, azok, akik itt vannak, és esetleg hozzánk jönnek, mint kliensek, azok minden bújjukkal, bánatukkal direkt hozzám fordulhatnak, ami mondjuk talán annyiból érdekes, ugye, hogy aztán nem minden broker cégnél van, hogy azért egy tulajdonossal lehet tárgyalni, nem a 34. szaporterrel. Oké. Amit az előbb elmondtam, hogy mindent a lehető legegyszerűbben akarunk tartani. Volt egy ilyen, mindig olvastam valahol, hogy az az üzleti modell, amit nem lehet egy sörös alátét elmagyarázni, az ezért nálunk nincsen olyan, hogy ettől eddig ilyen számla, attól addig emilyen számla, csak kétféle számla van. Ami gyakorlatilag minden tökében az, csak az exchange számla, az direkt a kalkulóknak lett kitalálva, ott mi az úgynevezett rogue spreadeket, tehát a nyers piaci spreadet adjuk, ami nullától, sőt én már láttam mínusz 0,2-t is, tehát még át is megy ellenkező oldalra, tehát nulla. Nullától való spreadek vannak, ezt majd be fogom mutatni élőben, hogy ténylegesen milyenek a spreadjeink. Viszont azon a konton, tehát azon a számlatípuson van komisszió, pedig 8 dollár lotonként. Most, hogyha az ember elkezd számolni, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha 0,1 a spreadek, vagy 0,2, akkor mondjuk 0,8-at ugye hozzá kell adni, igaz? Tehát akkor körülbelül egynél vagyok. A standard számlához képest, mert a standard számlán nincs komisszió, viszont ott nyilvánvalóan magasabbak a spreadek. Tehát a kettő majdnem ugyanaz, csak attól függ, hogy ki milyen típusú trader. Tehát szüksége van arra, hogy nagyon-nagyon alacsonyak legyenek a spreadek, vagy hosszú távon kereskedik, és nem érdekli azt, hogy 0,5 000 magasabb a másik. De ez fix, vagy változó? Változó, ez mindig változó. Miután ez piacra megy, mindig a piac volumen dönti el, hogy bíróság van. De azért meglehetősen behatárolható, hogy hogy mint ezt majd meg fogom mutatni. Hát szintiszta SZTP, hát mindegyik gyakorlatilag mind ugyanaz, és mindenféle kereskedési stílus megvan engedve, lehet skalkolni, azt lehet csakra az ember, mindenféle expert advisort lehet használni, hát gyakorlatilag a tényleknek teljes szabadság. A spreadek, mivel a spreadeket azokat szeretném bemutatni, csak is. A weboldalunkon találnak egy spread táblázatot, hogy tolik. Ezek a most mért, utoljára mért spreadek, amik általában
jellemzőek, most nézzünk meg egy párat, itt van egy ilyen indikátor, nem csak olyan nézetlenül van, elnézést kell kérjek, mert az én számítógépe menni, mert nem lehetek tebe bedudni, hogy mindent ide át kellett pakolni, tehát amit előkészítettem magamnak, az nincs. Indikátorok. Euró 20 dollárom, most 2,2 a rossz perc. Nézzük meg a BDT US dollár. Most 1, tehát 10.1, azt mondja. Nézzük meg a 10 dollár japán. Ráadásul most este van, ugye, tehát egy kicsit magasabbak. Igen, mert a dollár jel az olyan 0,3-tól indul körülbelül, és olyan 0,8-1-1-3-1-5-ig. Úgy szóval, hogy mondom, most ráadásul, hogy este van. Aranyat is mutasd meg egyszer. Tessék? Aranyat is mutasd meg egyszer. Rögtön, nem tudom, hogy itt olyan tartunk. Arany az volt nyitva, igaz? Igen. Ott van. Ott van. 4,5. De azon nincsen komisszió. Ellentétben a többi brokerekkel, akik minden indexnél komissziót számolnak. Euró-dollár az 0,4. Mondom, hogy ott is, meg a font dollárnál is láttam már negatív szkedőt is. Oké. Okay. Az szerintem magas lesz. Betelefonál, hogy kér vissza a utalszakébét, ami 2000 dollár, fél óra múlva rajta van a kártyáján, és mehet az ATM-re. Mi a minimum összeg, amivel meglehetjük egy számlánál? 250 dollár. Mindegy, hogy melyik akkor. És ennek a költsége bankomatból? Az annyi, ami a kártyák készít. Tehát általános. Igen, igen. És lehet levásárolni is? Lehet, az is. Pár is lehet. Annyi van, hogy egyszerű kivétel egy nap 2500 dollárt lehet kivenni. Mennyi? Tehát, ha valaki 50-eset akar kivenni, akkor az kicsit sokáig tart. De hogyha ilyen igény van, egy valaki kaphat több kártyát is. Tehát ugye valaki kivenni, hogy tudom én egyszerre akar rengeteg pénzt kivenni, akkor valaki valószínű. És általában, ezt szeretném mondani, általában mindenre van lehetőség. Mindenre van lehetőség, hogy valakinek valamilyen kívánsága van, szóljon nekem, beszéljünk meg, mindent meg lehet oldani. Ha például meg előre, de nyitott vagyok mindenre, spreadünkben is, komissziónkben is, ID-kkal ugye lehet beszélgetni. Mekkora maximum tőkkártét? Egy a 200-hoz. Ja igen. Egy a 200-hoz, de az indexeken ott jóval egy a 888.
De vizen kívül miket jegyeztek meg? A fontosabb indexeket, a Dow Jones, DAX, a svájci index, Hang Seng, SP500. Igen, szóval szokásos, a vezető indexeket gyakorlatilag, azon kívül pedig aranytelőstök olyan. És az indexeken, amikről ott kötéseket, hogy oldjátok meg piacon? Ez egy külön téma, beszéljük meg, ez bonyolult. Jó? Ott tényleg van egy ilyen áttét, hogy ott egy pint többet ér, hiába 0,01-re izé. Ezt mindenkor így csinálják meg, különben nem lehetne azt mondani, hogy 0,01-en is lehet kötni. Igaz? Ezt külön meg kell beszélni. Illetve Attila pontosan el tudja neked magyarázni, mert ő állította be például az egészet. Az indexeken. Köszönöm. Műszolgáltatás mindenkinek, ezt elmondtam. Igen, az, hogy segítünk kérdelni, tehát egyrészt majd meg fogom mutatni a elérhetőségeinket, másrészt pedig minden nap mi úgy kezdjük a napot, hogy Attilával leülünk és végignézzük a piacot, hogy mit érdemes ma megmutatni. Tehát ebben is igyekszem elmozdulni attól, ami az általános gyakorlat, hogy majdnem minden brokercégnél ott van a négy földevizapár, és hatodik haszakad azt mutatják be, és viszont hallásra. Holott például éppen tegnap előtt, vagy mikor volt, nem tudom, emlékszem, Attila jobban tudja, egy olyan szituáció, hogy végignéztünk egy csomó párt, és majdnem mindegyik valami a fontos szintnél mozgott. Vagyis vagy lefordult volna, vagy áttöri. És ilyen alapon itt nem lehet semmit sem mondani, úgyhogy az volt az eredményben benne, nézzétek meg, itt van öt devizapár, mindegyik pont olyan szinten van, adjátok ma a kereskedést, ha ilyen is van. Ez jó. Ha igyekszünk mondom azt, tényleg a tradernek csinálja, nem csak annyit belül, hogy a jelentésnek meg kell jelennem, ott kell lenni viszonylag. Szignálokat is fogunk adni, direkt kereskedési szignálokat, tehát mit tudom én, buy most, stop loss itt, TP ott, és menedzsel be tovább. Azért mondom, hogy fogunk, mert erre sajnos szintén külön licensz kell. Mert ez a fajta tevékenység már a vagyonkezelésnek a határa súlyolja. Mivel nincsen market maker licenszük, erre mi nem vagyunk jogosultak. De ezt külön megkérvényeztük, úgyhogy erre várunk ezt heteken, vagy itt a két hónapon belül legjobb biztos megint, és akkor el is be fog indulni. Oktató videókat és webináriókat fogunk tartani, és hát különböző túlokat lesz egy download, amire ez sincs még kész sajnos, ahol ilyen összeválogatott expertről rajzolok ezt meg, és majd még, amit el fogok mesélni, mindig. Itt vannak az elérhetőségeink, tényleg bárkinek bármilyen kérdése van, meg szívesen állok nagy én a rendelkezésére. Igen, van. Oké. Okay. Ennyire tudom. Nem értem. Sorry. Nincs. Mondtam, azért azt nem tudom vállalni, hogy egész Magyarországot magam levezem. Tehát a Traders Night és a Forex Hú DSG-ek jöhetnek mi hozzánk. És ezek magyarul lesznek ezek a... Természetes. Jó, egy darab ért így is vagyok jó most, és akkor elférjük összenek. Aztán most vagyunk az alkalmas. Tehát így sorsoljuk ki most akkor ezt a bizonyos számát, jó? Van egy kosár, vagy ilyesmi? Ott van. Kosár van, csak szóval. Hogy akkor valaki túl jól van? Másik kosár, az hol van?
Na hát akkor hagyományokat kövessük, hogy feldobjuk, és akkor... Ez azt az amra, amelyik feldobjuk. Akkor egy zacskót, ha valaki nem van. Egy, nem kettő, egy. Na, most már gól is. Jöjjön valaki, aki kisorsolja. Az már nem gyerek. Melyiket jelöltek valaki? Kettőt jelölték valaki. Háromnál többet senki nem dobott be. Jó. Na hát akkor Bálint, felnézzük a múlvot. Ez az ötös lottónál meg így gyere. Na, hozzátlap. Hajós György. Hajós György. Hajós György. Tehát azt mondtam, hogy azt szeretnék bemutatni, hogy milyen lépései vannak annak, hogy az ember a saját stratégiáját kialakítja. Attila is elmondta, és nekem is az a meggyőződésem, tényleg hosszú évek után, hogy az ember akkor lesz igazi, rendesen tréder, hogyha a saját maga dolgát követi. És én is az, hogy végigmetelik mindenki bizonyára, hogy az interneten talál ilyen-olyan stratégiát, vagy egy expert advisor-t, vagy valamit, és akkor attól várja azt, majd ha azt csinálom, akkor meg. Valahogy nem tudom, miért ez a dolog, ez nem működik. Én nem tudom, kevés emberre találkoztam, hogy mindent mondok aznak, hogy talált az interneten egy stratégiát, és végignyomtam. Igenis, mindenkinek saját magának ki kell alakítani a stratégiát. Vagy nem egyetlen többet, nekem ez már sok az ugye minden stratégia olyan, hogy egy idő után kimegy a holapja, azt is tudok mondani, akkor egy új dolgot kell keresni, mert másképp működik. Egyrészt, másrészt pedig ez a fajta módszer, röviden, tényleg meg röviden el fog felfogni, ez egy nagyon egzotikus és felgyelős, nagyon izgatott. A Renko chartról van szó. A következő egy régi, egy ősrégi japán módszer. Annak idején állítólag a rizs termelést akarták prognosztizálni ezzel, komputer nélkül és a Parkinson rajzolgatták maguk a dolgokat, és azt használták. Szintén egy valahogy érdekes dolog tulajdonképpen, hogy ez is, a Renko is, de ha vegyük az Ichimoku indikátort, ami szintén egy japán találmány, a legjobban a japán ilyen párokon működik, hogy miért? Erre fogalma, egy logikus magyarázatot egyedül nem tudok találni, de ez tényleg így van, hogy kipróbáltam ezt a stratégiát, sajnos most nem tudom bemutatni, mert az én legterem az pont nem jó, de például az euró-dolláron ez egyszerűen, legalábbis ez, amit most bemutatok, ez nem. Nem azt mondom, hogy ez nem. Nagyon rossz, de nem az igazi. A rendpárokon viszont nagyon jól működik. Következőről van szó. A Renko az idő tényezőt, mint olyat, elfelejti. Ő azt nézi, hogy ment-e a piac, egy bizonyos egységet, hogy beszéljük mondjuk 50 pipről, ment-e a pip fölfelé, a piac 50 pipet fölfelé. Tök mindegy, hogy egy nap alatt ment, vagy 10 perc alatt, amikor ment fölfelé, mondjuk 50 pipet a piac, akkor ő rajzol egy úgynevezett bridge-et, vagyis egy téglát. És átadja itt az állat a következőnek. Ez itt megint elindul,
itt elkezd az ár, ugye megkörül mozogni, addig ő nem rajzol új brikket, amíg ismét el nem éri 50 bipet. Akkor megjelenik a következő brik. Hogy ez mire jó, az majd később, egyelőre csak próbáld még ezt megérteni. Oké? Ez eddig érthető, ugye? Most mi történik, amikor fordulat van? Tehát például itt átadta ennek, és itt mondjuk még egy picikét megy ugyan fölfelé, de nem tud már 50-et fölfelé menni, hanem megfordul, és elindul lefelé. Itt még nyilvánvalóan nem rajzol semmit se, mert itt egyelőre csak vége van ennek a izének. De hogyha a következő brikket is megcsinálja, akkor ide már rajzol egy ellentétes brikket. Más színben, így. Mert ez már egy mentés brik. Ez az egésznek az alapja. Még egyszer mondom, tök mindegy az idő, és hogyha belegondol az ember, bennünket a csárton tulajdonképpen nem azt mondom, hogy zavar, vagy hogy összezavar, de a rengeteg, tehát túl sok az információ, sokkal kevesebb információ van. És ha meggondoljuk, tulajdonképpen tényleg érdektelen az, hogy mennyi idő alatt ment 50-et, nem? Mondjuk abból a szempontból érdekes, hogy ha gyorsan ment, akkor nyilván majd a dinamizmus a piacnak, tehát akkor ezt figyelembe lehet venni. Ez itt ebben a gondolkodásmódban nem létezik. Tök mindegy. Majd fogok mutatni egy rekkocsártot, ott alul van ugyan egy idő tengely, de az nem igaz, ami ott van, mert az csak azért van, mert nem lehetek itt a üzemben. Tehát ez a lényeg a dolognak. Így néz ki. Na most akkor mutatok egy ilyet. Nagyon egyszerűen van egy indikátor, amit rá lehet tenni a MetaTrader-en belül egy csártra, és akkor az generál egy másik csártot, egy rekkót belőle. Akkor azon lehet tovább figyelni a dolgokat. Aki érdekel az indikátor, írjon nekem, és elküldök szívesen. Igen, nem találtam, hogy kerestem, és nem találtam sehol. Lehet hosszú kerestem, de én is ezt néztem, de jó, majd... Jó. Tehát... Most az egyszerűség kedvéért azt terveztem, hogy több párról bemutatom, mert érdekesen lett volna. Így néz ki. Ezek most nem brikkek. Összehúzom így. Hát így néz ki a csárt. Ez egy 50 pipes csárt. Az összes páron, de legalábbis én azt csináltam, hogy mindegyiken megpróbáltam kikísérletezni azt, hogy melyik az a brick méret, ami a legjobb. Mert érdekes módon, minél nagyobb brick méretet vesz az ember, annál biztosabbak ugyan a fordulók. Viszont nyilvánvalóan majd a stoppunk, amit el fogok magyarázni, sokkal nagyobb lesz belőle. Hogyha egész kicsiket veszünk, akkor előfordul ilyen dolog, és akkor lesz tőle vagyok. Ugyanis én ezt következőképpen használom. Ha fordul a brick, akkor szállok be. Magyarul, mondjuk itt lejöttünk, idáig. Itt van egy fordulónk, látjuk, itt átadta neki, igaz? Itt van egy fordulónk, itt még mászkált, megcsinálta fölfelé is az 50-et, és ezen a ponton én beszállok a trénbe. Azt mondtam magamnak, és azon a ponton szállok ki, amikor a következő forduló jön. Ez egy cikk-szak stratégia. Magyarul, itt fogok kiszállni, amikor ez a gyertya, itt ez a brick megépült, és megkezdődne a következő, tehát itt szállok. Föláldozom ezt a kettőt, mert nem tudhatom, hogy mi hát lehet, hogy megy tovább is. De muszáj egyelőre, illetve ez az egyszerű stratégia része, ez majd külön megveszi, mert van másféle gondolkodásból itt. Én most ezt mondom el. Tehát nekem a beszállási pontom az, ha megtörtént a forduló. Most visszatérnék az alapokhoz, ugye azt mondtam, hogy próbáljuk meg azt végigkövetni, hogy hogyan dolgoz ki magának az ember stratégiát. Először keres magának egy olyan szituációt, amiből úgy gondolja, hogy én előnyben vagyok a piaccal szemben, tehát valószínűleg az fog történni, hogy. Utána eldönti azt, hogy ez milyen jelre, tehát mi lesz az entry jelen, a beszálló jelen. Tehát ez az első. Határozunk meg, mikor megyünk bele a trénbe. Második, és nagyon-nagyon fontos dolog, határozunk meg, mikor szállunk ki belőle. Na most nézzük meg, elkezd az ember ránézésre, ez most nagyon jól néz ki, de is egyetlen egy resztő trail van benne. Ez itt. Ugye? Befelé jött, eddig fölfelé ment, itt kiszálltam belőle, itt beszálltam arra, hogy lefelé megyek,
És már, illetve ez még nem vesztődött el, de ha ez a bit megépül, akkor elvesztettem a trédet, ugyanis a stoppon, nem itt van. Igen, és a többi meg viszont nullásott. Van egy csomó nullás benne. Hát 1, 2, 3, 4, 5 darab nullás van. A következő miatt, ugyanis azt csinálom, amikor beszálltam a trédre, és egy brick már megépül, abban a pillanatban breakerembe húzom. Tehát, amikor ez a brick megépül, ez kész van, akkor én ezt meghúzom breakerembe. És békén hagyom, és arra várom, hogy forduljon meg. Tehát nem megyek utána a trédre, ja? Hanem megvárom, hogy forduljon meg. Ez azért érdekes, mert itt vagyunk, itt beszálltam, itt, igaz? Fordult, meg volt a forduló, stimmel, megépült a következő brick, behúztam breakerembe, még ugyan nyerőben voltam, húszal, de megfordultunk, és itt ez a brick, ez kintött a breakerembe. Nem baj. Ilyen is van. Szóval pozitív akkor. Ez ugyan a szituáció. Tehát, hogyha van három vagy két brick, az mind breakerenes trade. Viszont nézzük meg. Itt van egy szép kis menetünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brick. 6-5, az 300 pip. Itt van 1, 2, 3, 3 brick, ez 150 pip. Ez 1 brick, ez 50 pip. Ez egy brick ellenek, ez is brick ellenek, ez is brick ellenek. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ez 250 pip. 1, 2, 3, ez megint 150 pip. Most, hogy ezt összeadjuk, és ha ezt elvesztik, akkor is meg 100 pipet vesztettem, mert ugye 100-on van, az egy elég húzott dolog azért. De hát ez egy rettenetes mennyiség. Akkor ezt éjjel nappal figyelni kell. Na most ez a baj vele. Sajnos ez a pont. Nem lehet ebből robotot iratni? Dehogy nem. Majd megcsináltatom, csak egyébként, hogy nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezt minden, amit most elmondom, jó helyes. Ugye ezt nem egyébként készpénznek. Ez egy ötlet, ami most dolgozom. Ugyanis, ha megnézi az ember, ugye, nekem az bántotta a csőrömet mindig, hogy itt felállhatott mindig 100 pipet a kiszállónál, igaz? Az elég sok, de egyelőre nem tudok jobbat, illetve azt tudnám mondani, hogy mondjuk azt, hogy 5 briket, 5 briknél bezárom a trédet, 5-5 az 250 pipet, 4-nél, 1-2-3-4, itt bezárom a trédet. Hát itt ezen a... Itt nem használ semmi ilyesmi, de másik párokon sokat látok olyat, hogy mit tudom én, megy 5 briket fölfelé, és akkor, hogyha 3-nál beszártam volna, akkor jobb lett volna, vagy kivetett volna, akkor jobb lett volna, mint ha. Tehát ezt meg volt volna, ez mindegy. Szerintem egyet talán változni. Tehát az exit stratégiát azt még ki kell alakítani, jelen pillanatban én itt tartok, hogy ezt én így csinálnám. Nagyon fontos, hogy a többi pároknál más brick méretek kellene egészen szerintem. Például én, nekem a Fontyennél 25-ös brick méret jött ki a legjobb, amit én visszanéztem, majd mindjárt megmutatom a mai menedzsment, hogy ez mit csinál, mint eredményt, az brutális. Ja, nem tértem vissza, hogy bocsánat arra a kérdés, hogy ezt állandóan figyelik. Pont ez a baj vele. Ugyanis, ez az idő, ami itt van, ez nem igaz, mint mondtam. Tehát ez itt brickeként úgy van. Tehát, hogyha az ember egy H1-es stratégiát követ, vagy H4-es, akkor óránként ráhelyezni a csártra, igaz? Ez pedig bármikor megtörténhet, hogy egy brick megépül, fordítva. Igen. Igaz? Ez bármikor. 50-től függ, nem az időtől. Igen, tehát lehet, hogy 2 perc alatt történik meg, lehet, hogy jól történik. Tehát gyakorlatilag ott kell ülni, vagy le kell történni. Az oké, tehát nagy vonalakban ez mennék tudom. Na most, én még valamit hozzávettem, amit most nem pont nem tudok bemutatni, már nincs feltétlenül. Gyorsan ráteszem még a részből, jó? A font jelre, mert ott az egy érdekes dolog. Érdekes ez még? Igen, hogy elszínt. Na akkor legalább lehetek, hogy tudjuk kezelni majd az expert hatvásokat, oké? Okay? Tehát megnyitjuk először nyitjuk egy tök mindegy milyen csártot, egy pont jelcsmas. Úgy értem, hogy mindegy, hogy ilyen szakot. Rátesszük az indik a expert hatvásokat, tehát egy kóla egy csárt. Itt kell beállítani a brick méretet.
Rekko box size, ugye azt mondtam, hogy 25. Ez a kettes szám, ez pedig ezzel fogja jelölni azt, hogy milyen tárgyat kell majd megnyitni. Leogézzünk, és akkor itt megjelenik, hogy nyissál meg egy offline chartot, aminek az a neve, hogy EVP Appliant Print M2. Ide jön az ember a fájlhoz, kapcsolat nélküli megnyitás, vagyis offline chart. M2. Oké, ezt most legeneráltam, kiveszem belőle, hogy nem szeretem. Akkor fölnagyítjuk kicsit, valamit. Hát így néz ki például a 25-ös sem. Na most, ha ránézünk, ebben azért már van veszpőtét. Ugye? Itt is egy, mindenhol, ahol egy van, és aztán ez a szörnyű szituáció. Ezt azért mutatom meg, mert itt egymás után van 1, 2, 3 vesztőtét. Ilyenkor jön a stratégia alapításának a következő lépése. Az ember megpróbál keresni szűrőt. Mit? Szűrőt. Hát megpróbálom egy olyan indikátort találni, amivel lehetőleg sok vesztőtétet kiszedek, anélkül, hogy megölném a nyerőt réteget. És ez valami nehéz dolog egyébként, szóval általában ezt így kézzel nem is lehet megcsinálni. Az ember kint megnézheti meg kint filozofizálhatja a dolgokat, de igazából ezt le kéne programozni, és magyarokban is megnézni, hogy tényleg több vesztőt szedette ki, mint amennyi kárt csinált annak idején. Szóval ez egy veszélyes dolog, de mindegy, ez még lépéstelen. Entő megkeresése, előny megkeresése, entry, exit, és akkor utána egy szűrő, hogyha fel vagy sem. Most én ezeket a szituációkat egész jól lehet kezelni a stohasztikkal. Teljesen tök normális stohasztikkal. Én pedig úgy, hogy azt mondom, nekem nem kell, beírva a szokatlan. Igen. És azt mondom, long trader csak akkor indítok, ha a stochastic 50 alatt van, mert ugye meg fölfelé tud menni. Shortot meg csak akkor, hogy a fölötte van, mert lefelé tud menni. Igaz? Na most nézzük meg, mi történik. Itt ez a gyilkos szituáció, igaz? Itt gyönyörűen ezt a szép trédet ugye rend van, fölfelé fog menni, longot elengedte. Itt van egy short beszálló, ezt is elengedi, igaz? Mert fölül van, elengedte. Igen ám, de itt van egy long beszálló, és azt kiszedte. Tehát legalább ezekből a fésükből egyet, vagy ha még egy lenne, azt is kiszedné. Legalább ennyi. És azok a spike-szerű valamik, azok hogy alakultak ki? Ez itt vagy adathiba, vagy pedig ilyen volt ott. Tehát ez igaziból ilyen nem létezik, ez csak itt az offline-ban van. Tehát amikor ez rajzol, akkor ilyen nem létezik. De mondom, ez generált csárt, tehát ez nem igazi csárt. Itt a brinket nem ugyanaz van, hogy ez volt, ennek a szolgatokért. Azt mondtad, hogy 50-10-re éjszakot. Ez 25. Nem az a kérdésekét, a szolgatokat is mivel mutat, a ennek ellenére, ez működik, ennek ellenére, így működik. Nem mondtad, hogy olyan esélyt, az a szint. A stohasztik, a szintje, mint a brittek. Én nem tudom, úgy látszik ez a stohasztik, a offline chartot ezt a helyzét generál. Nem tudom, ezt nem tudok válaszolni. Én csak kerestem valamit, és ezt találtam, hogy ez működik. Hát én próbáltam én is, az is kiszed elég sokat. De az kiszedtem az kerültek is. Elég sokat. Tehát vannak kevésbé volatil időszakok, és mégis van itt. Jó. Oké, na most tegyük fel, hogy megvan a stratégiánk, ugye a következő
következő lépés az, hogy elkezdeni alkalmazni. És itt akkor nagyon visszatérnék megint, tényleg röviden, mert talanságban arra, hogy az embernek be kell tartani a stratégiát, és akkor most itt megmutatva, hogy miért. Gondoljuk meg, ahhoz, hogy ez a stratégia nyereséges legyen, különösen ez itt, ugye itt már több vesztőtrédünk is van, ami összegyűlik. Aztán itt egy vesztés, az 50 tréd, ugye a duplája a tehát, hogyha én itt a nyerőtrédeket nem viszem végig, ameddig lehet, legalább a szabály szerint, hanem azt mondom valamennyinél, hogy nekem állni mellék, és akkor viszonlátás, akkor gyakorlatilag elvágtam magam előtt a fát, mert a vesztőket meg hagyom 50-be elvenni, igaz? Tehát meg kell tartani. Nincs mese. Ugye? Hiába, mit tudom én, már itt van, jó, hát ez pont itt végződött. Itt van, ez azt mondja, hogy hát ez 50 pipi, nem is olyan nagyon sok. 1, 2, 3, ez 75 pip. Ez is 75 pip. Szóval szedegeti össze a 75 pipkel a dolgot. Oké, tehát a következő módszere az lenne, hogy ezt mindenképpen lekéretek. Igazából egy stratégiát úgy lehet letesztelni, hogy az ember csinál elő egy expert advisor, aztán végig keresztés. Is meg nem is. Ugyanis, itt is van egy probléma. Ugye a múlt, meg semmi köze a jövőhöz, illetve van valami valószínűsége annak, hogy leképezi a piacnak a tulajdonságait adott időszakban. Nekem is volt már olyan expert advisor, ami 2011-ben baromi nyereséges volt, 12-ben pedig veszteséges volt. Tehát ugyanaz. Tehát ilyen létezik. Erre mi megpróbáltuk a játszintra kitalálni valamit, akit érdekel, szívesen forduljon hozzám, mint hogy a következőt csináltuk. Vette a TIC adatbázist a játszint, és földarabolt a napokra. És utána összekeverte az egészet, de korábban egy random jelenre, egy véletlenszerű jelleget akartunk kipróbálni, tehát nem a piacot. A piac legyen, mert egy nap azért az a piacnak a jellegét megtartja, de mégse. Ezért összekevertük az egészet, és csináltuk egy adatbázist, mintha véletlenszerű lenne a dolog. Is meg nem is meg. Picit megtartottuk a piacnak a tulajdonságait, de mégis összekevertük egyszer. Na most, ha egy ilyen adatbázis van, a backtest jó, akkor az egy adatbázis, az működik. Egy ilyen adatbázist, akit érdekel, az írjon nekem, hogy melyik párra, milyen timeframe-re, és akkor azt elküldöm DVD-n, mert egy ilyen azt mondtam, hogy másfél gigabájt. Oké? Okay? De azt, hogy a napok így megvannak törve, akkor a mozgások is megvannak törve, nem hát a trendek is. Pont azt akarom mondani, hogy ez a trendszerű mozgást követi, ugye? Ez. Mi? Ez stratégia? Igen. Persze. Tehát igazából, ha a trendet felismerjük, akkor azt is tudjuk, hogy melyik a korrekció szakasz is. Mondjuk az is lehet, hogy korrekció szakaszban nem kereskedek. Ez egyfajta, ahol sok veszteség lenne. Ez egy cikk stratégia nálam. Igen. Ahol sok veszteség lenne, ott az egy oldalazó szakasz. Pontosan. Tehát az is mondjuk a trendnek a része, de viszont akkor lépek pozícióba, hogyha az utolsó csúcsomat, ami tulajdonképpen az fölé zárja. És akkor már is nincs csak ott, úgy van. Amúgy is akkor lépnél. Na, hát is belépték. Nem, egyébként nem. Egyébként ott léptem volna a következőnél, ami fölötte van. Csak itt? Úgy van. Már itt? Ott. Ja, persze, itt. De egyébként nem ott lépnék be, hanem már a következő fehérnél. És így nem lenne ott veszteségem, hiszen megvárnám azt, amikor elindul a trend irányba. Próbáld ki. Az egy trendkövető stratégia, én majd ezt egy cikcakot néztem. Jó? Ez egyébként, na szerintem egy rendkívül. De ezen a dráka sokkal jobban lehet látni, mit történik. Mint egy ilyen cicakos akár. Na jó, sokkal jobban föl lehet ismerni egész a nagy rendben. Jó, utána jön a része, még gyorsan nem mutatom, aztán abba is hagytam. Mégpedig azt kell utána kitalálni, ugye azoknak alapján, amiket az ember összeszedett trédeket, én azt csináltam, hogy szépen beírogattam, visszamentem a csártól amennyire lehet, és beírtam, itt volt 75 pip pluszom, ott 50 minusz, tehát mintha letrédeltem volna gyakorlatilag, és akkor csináltam magamnak egy ilyen Excel tabellét, akit érdekel, és sírosan elküldöm. Ez egy money management tabella, ahol be kell állítani itt először azt, hogy mekkora a depozitom, azt tudom, hogy be kell nézni, hol vagyunk, csak arra megteszem fönn, igen, 100 000 dollár a depozitom, a stoppom ugye 50 pip, mert most a pályázat, a pontjáról beszélek,
És trédenként 2%-ot engedhetek. Vizik volt, akkor mi történik? És akkor ezeket elkezd számolni, ugye 50 volt, itt 50 minusz, itt 50 plusz, 75 minusz, 300 plusz, vagy itt a régén visszamentem, stb. Itt szépen nekem írogatja, egyrészt mindig megmutatja, hogy a következő trédet mekkorában isson, ahhoz, hogy tudjuk követni ezt, ez már jó, bár ezt tudja sok expertorbázban is. Ez még nem poén, nem ezért csináltam, mert azért, mert látni akartam azt, hogy a drawdown hogy alakul, hogy azt el fogok tudni viselni. És egész jól el lehet viselni, mert nincsenek egymás után itt most, de ha lenne egymás után kettő vagy három veszteséges tét, az se olyan sok, hogy 2000 dollár 100 ezerhez képest nem egyre veszélyes dolog. Tehát három veszteséges trédnél egymás után, az egy nagy drawdown, akkor 6%-ot vesztettem. Azt ki lehet bírni. Ez annak a beállítás, hogyha azt mondom, hogy nem bírom ki pszichikailag ekkora veszteséget, akkor ott a risztél föl beírom azt, hogy 1, vagy 1,5, vagy 1,8. És akkor azzal végigszámolja megint az egészet, és akkor megmutatja, hogy az, amit én visszanéztem, az a következő eredményt hozta. 44 trét van, a break-even-eket kihagytam belőle, azt megírtam, mert az lehet a nulla. Ez 109%. Nem tudom megmondani, hogy ez mekkora időtartam, mert nem lehet látni. Ezért ez csak annyi, amit láttam és végigcsináltam belőle, és csinált 1950 pluszt. Ugye azért sokat sejtett, sokat ígér mondjuk én, de mondom, hogy rajta vagyok, mert azon is gondolkodom, amit te mondtál, hogy nem lenne azt jobb követni. De miután ez ennyire nyereségesnek látszik egyelőre, a következő lépés az lesz, hogy majd ha játszunk kicsit jellemegőzünk, de most az indulásnál nagyon megfelelően terhelve nálunk, akkor leprogramoztatom rá, és akkor megnézzük. Biztos, hogy jobb lesz. Gondolom. Már csak azért is, de ugye egy csomó dolog, ebből a rengeteg trédből egy csomó, egy kis kicsit éjszaka volt. Vagy akkor ebédeltem, vagy éjszaka. Kimaradok egy ilyen 300-asból, ez még egyből, meg még egyből, akkor ugye, hogy hol tartunk, ugye? Ezt ebben nem tudom lemondani. Igen, és az átlagmozgás nem lett beállítani a tízletnek a méretét? Tehát, hogyne? Tehát például, mit tudom én, az euró, US dollár naponta mondjuk 80 pip az az átlag, ugye? Nem tudom, most én azon nem kereskedek, hogy mennyit mozog. És a tégla méretét arra állítom be, akkor igaz... Igen. Tehát akkor nem kéne állandóan néznem. Mert ha naponta az csak 80 pipet mozog, akkor rajzol egy téglát, hogyha 80 pipet mozdul el. Próbáld ki, de ez akkor nem a rendben. Ennek az a poénetben pont, hogy akkora, tehát egységekben mozog a piac. Igen, már akkor igen, csak az életen. A normál gondolkodáshoz, mert így az kötött, hát de volt 25-ös is. Volt 25-ös. Na, hát akkor miért lehetne 80-as? És de nem egy csárton belül. Tessék? Nem egy csárton belül. De azt mondta, hogy minden réteg különböző méretek. Nem. Mindegyiknek ugyanannyi a méretek. Persze, próbáld. És akkor nem kell, amit a kolléga mondott, azt mondta, hogy állandóan kell figyelni, hát akkor nem kell állandóan figyelni, hogyha 80 pipet mozdul el naponta, akkor naponta, akkor tulajdonképpen egy tégla lenne, nem? Vagy nem. Szóval ezért... Vagy nem. Mert az, hogy átlagosan 80-at mozdul, az hol igaz, hol nem. Hát egy hírnél kettő lesz az. Hát így van. Ki kell próbálni. Azért mondtam ezt inkább, mint indikó. Akit érdekel, hogy kísérletezzen el vele. De a lényeg az egész, hogy összehagyja, saját stratégiát kell csinálni, előtt keresni, entry-t megkeresni, legjobb exit stratégiát megkeresni, esetleg szűrni a vesztőket, és utána a managementnek kitalálni. Akkor köszönöm szépen én is a figyelmüket, és hát szeretném, hogy a minél többen